minden évben farsangkor ellátogattak a hercegnő és a hercegek. Tündér nagynéni vezetésével közös vidámtánccal ünnepelték meg a tavasz közelettét. Ebben az évben azonban egy hercegnek sem jutott eszébe, hogy a fehér galamb postával elküldjék számára a meghívót. Mindenki lázasan készülődött, hogy mielőbb elkezdődhessen a karnevál. Tündér nagynéni csak várt és várt, s mikor úgy gondolta, hogy eleget malmozott, belenézett messzelátójába. Bizony a bált nélküle kezdték el. Nyugtalanság fogta el Tündér nagynénit, hiszen még nem fordult elő ehhez hasonló helyzet. Annyira tehetetlennek érezte magát, hogy a hercegnőket és a hercegeket szobrokká akarta varázsolni. De a varázslat nem sikerült, mert Tündér nagynéni varázslatos láncára újra megelevenedte, és immár együtt lejtették tavaszváró táncukat. A karnevál fergeteges hangulata bearanyozta a közeli hegyeket, minek hatására orvadni kezdett a hó, a jegesszelet lágy szellők váltották fel, és a nap minden bearanyozottak törvéken. Így volt, mese volt, bizony-bizony, igaz volt. Thank you.
hátán.